Kálvári adomb kőkeresztje évszázadok emlékét őrzi a kis nógrádi Palóc falu felett. A falu előttünk megelevenedő ősi hagyományaira, régi szokásaira már csak a 70-80 éves öregek emlékeznek. Régen volt, mikor ők is szépen ívelő, hullámosan ringó, harangos szoknyákban jártak. De miért gyászos feketében? Így üdvözölték akkor a fiatal lányok a koratavaszi nap első sugarát. Böjt idején hosszú heteken keresztül kellett a gyász színeit viselni. Az egyházi szigor kötelező formába kalodázta az emberek életét. De a legények, a lányok tekintetében ott bujkál már a hosszú tél és a komor böjti parancsok elleni lázadás. Ez a ráncos arcú bábú a telet jelképezte. A legényeknek kellene megóvni a bábut a téli bezárkózás, a böjti tilalmak elleni tűbosszújától. Réges-régen játékossá szelidült pogány télűző szokás ez. Pilátus vörös köntöse csak a keresztényé válás századaiban kényszerült a bábú vállaira. Így mentette át a föld népe az egykori természetvallás hagyományait. A tavasz utáni vágy türelmetlensége sújtja Pilátus. Böjti vasárnap. Dalolni, táncolni nem szabad. De az ifjúság áradó ereje már 100 évvel ezelőtt is áttörte a kedvet szegő, érzelmetlen gátakat. Dalolni, táncolni nem volt szabad. Hát hintázni csalogatták a legények a lányokat a kutya köszörűre. Untutkodnak, tréfálkoznak, s közben kiszemelik a párjaikat. Szavódnak a lányok, talán fel sem ülnek. De felám a kitartó a bíztatás. Így járt túl a fiatalság a gyászos fegyelmet prédikáló kedvén. A böjti hetek hagyományos lányos estéjén beköszöntenek kiszemelt párjukhoz. Itt először vendégeskednek. Nagy lány lett az ita, már kelengyét is hímez. A mama újra éli leány sorsát, és a falu szertartásos tapintatával egyengeti a fiatalok útját. Marasztalja a vendégeket, de azokat más házaknál is várják. Egyikük biztosan visszatér. Hogy a legény melyik lány kísérje ki, azon nem lehet vitatkozni.
A patakmenti füzesekben a legények barkát gyűjtenek az asszony nép számára. Virágvasárnapra készül a tavaszt váró falu. Jó alkalom ez az udvarlásra. Különben a régi falu babonás, merebb szokásai húsba kötötték a fiatalság életét. Kete ruhájukon a cifra szegély, vállukon a tarkarojtos kendő, a bőt végének várva várt közelettét jelzi. A virágvasárnap eredetileg tavasz ünnep, a lányok, asszonyok ünnepe volt, akik dallal, körtánccal köszöntötték az ébredő tavaszt. Ezt a boldogság utáni vágyat jelképező ünnepet alakította át az egyház vallásos szokássá. Áhítat és babona jól megfér egymással. A szentelt barka állítólag megvéd a betegség, a járvány ellen. Még zeng a hozsánna, áhítat lebeg a lányartokon. De már összesúgnak, hogy eldöntsék, hol öltöztetnek Kisze babát. Ki viszi a hegyre, kit hívnak a menetbe. Csapat évszázadok mélyéről őrzött rigmusokkal köszönti a háziakat, akik összeadták a báfu gúnyáját. Azután a falun keresztül az erdő felé kanyarodik a menet. Ennek az ősi szokásnak egy feltétele volt. Akkor indulhatott el a csapat, ha a bőt alatt senki sem halt meg a faluban. Pilátus bábú méltó párja. Ő jelképezte a bőti hetek kedvet szegő tilalmait. A mágiát rakó kislegényeknek el kellett tűnniük. A lány szertartásnak nem lehetnek tanulni. Ősi idők mágikus emberáldozatának emléke üzen a bábú telemésztő lángokkal. Végre valahára díszes ünneplőben, az öröm a tavasz vidám színeiben. A lányok a sekrestyést várják türelmetlenül nagyszombat délutánján. Egész évben, vasárnaponként, a szagos misén az lesz a helyük, amit most kiharcoltak az oltár előtt. Az elsősorban azok tolakodnak, akik ezen a tavaszon kerültek nagy lánysorba, s ettől a naptól már térhez is mehetnek. A második sor is előkelő rangot biztosít, főleg a szélé. A szobros szekrényke üvegében a kóruson gyülekező legények tükröződnek. Hétfő hajnal a kevés lány talál az ágyban, mégis a legények frissebbek. Már csak a népszokásokban él az ősi idők elfeledett emléke. Akkoriban az új évet a tavaszi rücsfakadástól számították. A
azért locsolkodtak új évnapján, hogy a lányok egész évben frissek, egészségesek legyenek. Úgy illik, hogy a 10 órás harangszó után csak szagos vízzel öntözhetik a lányokat. Megkondul a nagy harang, ünneplőben kell várni a vendégeket. Most már gáláns udvariaskodással folytatódik a locsolkodás. A lányok a tavasz szimbólumát, az első virágokat és termékenységet jelképező piros tojást ajándékoznak a legényeknek, azután megvendégelik őket. Termésre mennyegzőre kocintanak. Felszabadult jókedvben játszhat, énekelhet a falu apraja nagyja. Övék a beteljesült tava. Most még énekre táncolnak, mert nincs türelmük kivárni, amíg a zenészek hangolnak. Kirántott tavasz ünnepén sok lakodalom sorsa eldől. Ők ketten már határoztak, őszre egy pár lesznek.